Rendezvény szervezőként a nap az kávétól kávéig tart? Hát szerintem a kávé erőt időszak is benne van, mert hiszen ő gyakorta már a hajnali ébredés és a gondolatokkal teljes, hogy mi is történik aznap, vagy csak egy jó jelzés a tegnapról, vagy egy rémálom az elkövetkezendő időszakokról, vagy bármi. Tehát furcsa ez, de ez egy ilyen 24 órás. Tehát hogy ez úgy nagyon kikapcsolni nehéz belőle, mert mindig, hogyha... Tehát én olyan vagyok, hogyha látom, hogy valahol látok valami különlegességet, vagy jó, vagy rossz, amit a saját, de leginkább ami inspirál, de a saját életembe bele tudok építeni, akkor azok elkezdenek bennem dolgozni, és akkor úgy szeretném, hogyha az valahol megvalósulna, vagy már pontosan látom, hogy hova fog az érkezni, de hogy ez egy ilyen állandó mocorgás az agynak. Anya, mikor tudtam azt, hogy jössz majd ide velem beszélgetni, akkor valahogy egy ilyen augusztus 20-át láttam magam előtt, hogy vajon egy augusztus 21-e reggel mennyire lehetsz fáradt, és mennyire vágysz egy kávéra, mikor felébredsz azután a nagy hajtás után? Jaj, ez nagyon érdekes. Hát igazából nem is a reggel itt a csoda, mert hogy ez egy-két órás alvás, vagy nem is lehet azt annak mondani, hogy szendergés, hogy az ember olyan eufórikus állapotban van, hanem amikor valaminek úgy valami véget ért, és kimondattatik, hogy most akár itt vége, akár egy karneváléjes rendezvény, vagy ahogy mondjuk, ahogy pont a 20-áról beszélsz, akkor a tűzi játékkal, ugye hát ez az utolsó ilyen még utcabál, de hát ez még úgy rámegy, de az olyan évfél körül idő, és akkor van egy olyan fél óra az ember életében, ezeket a pillanatokat érzem az ajándékidőnek, amikor még annak az örömében vagyok, hogy ha ez jól sikerült, hogy túl vagyunk rajta, hogy nem történt semmi baj, hogy az egész dolog az úgy lement a vállunkról, és most még nem virrad, tehát most még nincs másik, ma már nem hasad tovább, ha még ezzel a gondolattal érhetek, hogy most nem hívhatnak fel azért, hogy most mi fog történni, mi lesz, hova kell kiállni, mit kell, semmi, hanem most ezt egy picit meg lehet ünnepelni, ha másképpen nem egyedül. Magamban a gondolattal, és nekem ezek az időszakok mindig úgy zajlottak, amikor a tűzi játék ugye lement az egyetem előtt, amikor még nagyjából ott az a rész volt, ez nekem ez egy nagyon képletes dolog, tehát vége volt az egész 20-ai hétnek, vége volt a felvonulásnak, vége volt a tűzijátéknak, és ameddig ugye még a stadiontól én átrohantam az egyetem előtti helyszínen, mert hiszen ott is ott kellett bőrködni. De hogy onnan visszaérkezik, még visszasétáltam a stadionig, és ez körülbelül egy ilyen 20 perc, mert hiszen lehet, hogy 5 perc még átértem, de 20 visszajön el, akkor már csak érzem a lábamat. És ez egy olyan pillanat, és akkor ami még éltek a szüleim, föl tudtam őket hívni, hogy túl vagyok rajta, hogy a legfontosabb barátomnak ezt el tudtam mondani. Vagy valahogy ott, hogy valami olyat, hogy letettem. Hogy ez kb. Ez a 20 perc volt, mert mire már visszaér az ember, akkor már nyilván a többiekkel, a levezetés, nem tudom, de vannak ezek az áldásos dolgok. 21. reggel az már arról szól, hogy felrévedezik az ember, de aztán most hál' Istennek az utóbbi időben mindig volt még 21, 22, 23 is, tehát akkor ott a következő, hogy akkor hogyan tovább, és akkor valahogy ugye egybe folyik a dolog, és azért azok is nagyon fontosak, sőt, sokkal nehezebb, mert a nagy dolog lement, és akkor neked még akkor még valamit ott kell csinálni, mert arra is kíváncsiak, arra is jönnek. Na, tehát ezek a 20 percek, amikor hirtelen vége van, és ez egy áldás adoma. Hogyan tudod elraktározni ezeket a kis boldogság kristályokat a kis lelkedbe, hogy ezek töltenek például akkor, amikor nagyon fáradt vagy ezeket a pillanatokat várod majd? Ja, ezeket nagyon várom, és olyan jó, amikor úgy érkezik, ahogy várom, és azért nagyjából ezek úgy szoktak érkezni, mert hogy sőt, az már alig-alig várom, hogy ezek is tényleg, és nem túlzások ezek a 20 perc, csak amikor, na hát ezek az én ideim, én időim. Ezek az ajándékok, és ezek tényleg töltenek, hogyha... Ez a töltéshez még az is nagyon hozzátartozik, amikor az emberi visszajelzések vannak, és nem csupán csak a feletteseimnek a visszajelzése, az nyilván ez nagyon fontos, az a továbbadás a kollégáimnak, először is az én köszönetem, az én visszajelzésem, néven nagyon fontos, hogy a vezetés részéről is így legyen, de ami igazából
az embert nagyon megtartja, és amikor nehezebb idők vannak, és azért az utóbbi év a sajnos nagyon sok rendezvényszervezői nehéz pillanatot hozott, akkor azok a visszajelzések a közönség részéről, a debreceniek részéről, akár írásos formában, akár utcai. Tehát voltak olyan időszakaink, amikor az utcán úgy megismertek, és ez olyannyira jó érzés volt, és megköszönték. Vagy visszajeleztek, hogy szerintük még milyen kép, ez egy nagyon szép emlékem, amikor a nagy templomra fényfestés volt, még a reformáció emlékévére tervezve, és ugye ott nagyon sok kép Debrecenről föl volt dolgozva, mert a 10 perces 3D mappinges történetbe, és többen állítottak meg az utcán, szerintük milyen kép kellett volna még bele. És ez annyira jó visszajelzés, egyrészt nagyon jó ötletek voltak, kettő pedig ilyen mélyen átgondolták, és számukra is fontos volt, tehát tényleg közösségi élményé vált, és hogy ezt még így Debrecenben ezt meg tudja osztani, és hogy jövünk egymással szemmel, szóval ezek igazából nagy találkozások. Hogy találkoztál, ha már a találkozásokat megemlíted, a rendezvényszervezésedet? Miért pont a rendezvényszervezést választottad? Jó, hát ez olyan érdekes dolog, mert én világéletemben, ameddig az egyetemre nem jelentkeztem, én csecsemősnővér szerettem volna lenni. Elég nagy váltás. Elég nagy váltás, igen. Tehát én mindig úgy babáztam kiskoromban is, hogy nem ilyen Barbie baba szinten öltöztettem, hanem igazi pólya, igazi pelenka, mindenből olyan igazit, amivel én nekem ez volt. Nagyon sok testvért szerettem volna. Tehát én nekem ez volt. Aztán utána ez nyilván ott a érettségi környékén ez egy kicsit változó, sőt a szüleim indítatására azért, hogy ebből még ilyen még történhet, de hogy most milyen irányba is menjek el. Lengyel népművelés szakot végeztem, és ugye a lengyel szakítta egy szülőindítatásba, édesanyám negyedíziklen lengyel származású, és ugye a nyelvérzékem, a kíváncsiságom a gyökereimhez, és a másik pedig ott valahol mi mindig egy olyan életet éltünk, édesapám a Deacnak volt edzője a foci csapatnak, ahol mindig valami történt nálunk, és hogy lehet, hogy ez a mindig történik valami a Kardos utcában, ahol éltünk, ez lehet, hogy bennem egy ilyen állandó készenlétet hozott, és én az állandó szervezkedésem az egészen kicsi korom óta ez jellemző rám, valamint ugye a szüleimtől is ezt láttam, és aztán jött a felvételi, és ez a szakpárosítás így volt meghirdetve, és így sikerült ide jutnom, de ide kerülnöm, de egymagam voltam ezen a szakon, tehát egyedül végeztem a lengyel népművelés szakot, nyilván voltak lengyel szakos évfolyamtársaim, és voltak népművelés szak irányulva és évfolyamtársaim, ami lengyel, ami történelemmel és magyarral párosult, de így ilyen párosításban egyedül voltam. Volt, amikor az élet megpróbált más pályára terelni? Tehát volt olyan, amikor valami hívást éreztél másfele, de aztán mégis itt maradtál? Nem, ez nagyon furcsa, ezért gondolkoztam még egy kicsit a riportőt átgondoltam az életemet. Nem, valahogy ez mindig ebbe az irányba terel. Tehát ez egy 33 éves időszak egyetem, meg lehet kimondani is, egyetem óta, és nem, ez valahogy mindig. Voltak intézmények, de minden csak Debrecenben, ami mindig az aktuális helyzetnek, amit éppen újjáépítés alá került, vagy lebontás alatt volt, vagy átadás alá került, tehát itt a Régi Kölcsei Központ, a Vojtina Báb Színház, a Fesztivál Központ, de minden egy kupacban volt. Azért ez egy nagy családként, hanem ennyi pici változás volt, hogy körülbelül egy olyan kilométer távolságokról mentem arrébb, aztán visszakerültem oda, ahonnan elindultam, mert ugye a Régi Kölcsei Központ, ugye mostani Kölcsei Központ helyén van. Tehát ugye egy ilyen elég szűk körben mocorogtam, és akkor mindig érintve azok a helyeket, amiket éppen fókuszban voltak a munkánk központjából, akár a Kossuth tér, akár a Nagy Erdő, akár a Halköz, akár az Emlékkert, akár most a Dósanádó tér, mindig voltak ilyen fókuszok, de valahol itt a szervező, helyi, lokális szervező részünk, az nekem mindig egy volt. Most az jutott eszembe, hogy említetted, hogy egy csecsemős szerettél volna lenni, hogy azért ez elég sok gyerek, például akiket te megálmodtál itt Debrecenben, tehát hogy ezek a rendezvények, mind a te gyerekeid valahol. De szép, ezt köszönöm. Köszönöm neked, hogy ezt így gondolod. Igen, ebbe voltak megálmodások, és tényleg úgy nevelgettük, az élet nevelgette velem együtt,
amiket lehet mondani, hogy a saját gondolat, nyilván nem is a saját gondolat, amiket én megkaptam azért, hogy véghez vigyem, mert ezeket valahogy úgy az ember ezeket kapja egy ilyen ajándékképpen, és az a nagy kihívás, és az a nagy áldás az életben, hogy a lehetőségünk van ezeket megvalósítani, úgyhogy elmondhatom azt, hogy amiket így ajándékképpen megkaptam, és belülről egy belső motivációban, akármilyen pozícióban voltam, tehát én azt hiszem, hogy ez teljesen független attól, hogy éppen az élet milyen felelősségteljes munkát bízott rám, vagy mennyivel felelősségteljesebbet, akkor ezeket úgy meg tudtam csinálni, és azért is ehhez jöttek velünk emberek, jöttek velem emberek, hittünk egymásra, és végig tudtuk idáig vinni, mert azért az is egy nagy adoma és áldás az embernek, hogy nem csak úgy meg tudja csinálni, hanem arra szükség van, de akkor csak jó helyre nyúlt, csak jók voltak ezek a gondolatok, és csak szükség van rá is szükség van, és a munkájára is szükség van, a létére, ami így együtt van. És ezt még örömmel is teheti. Volt egyébként olyan, amikor elfáradtál, amikor azt érezted, hogy mondjuk nincs most több ötlet, vagy annyira kreatív vagy, hogy igazándiból ezek egymásnak adják a kilincset a fejedbe vagy a lelkedben. Megmondom őszintén, most olyan jó ilyenekről beszélgetni, mert most az utóbbi fél év, most már lassan egy év vagy háromnegyed év azért nagyon sok mindenben az embert próbára teszi, és tényleg a képességeit és a lehetőségeit azért megkérdőjelezi, mi szakmánk az meg most teljesen ebbe az irányba ment. Hogy voltak-e ilyen pillanataim? Igazából azért vannak olyan alkotói válságok, amikor az ember úgy nem tud kikácmárodni a saját gondolataiból, hogy azt érzi, hogy ez most egy kicsit valami új kell, de arra meg mindig van olyan gondolat, vagy volt olyan gondolat, hogy valaki, mint egy ilyen katalizátorként valakit be tudtunk vonni, tehát hogy az ember azért ez nem örök áptalan a feje, és nem, de mindig, hanem csak együtt, egy csapatban lehet ebben jól gondolkodni, és akkor mindig valahogy, amire viszont nekem azt hiszem, hogy eddig még jó érzékem volt, hogy mindig úgy be tudtam vonzani valami újabb alkotókat, akár külsőst, akár belsőst, vagy úgy motiválni belülről is a kollégák közül, hogy úgy bekapcsoljanak. Hát nem biztos, hogy ezt mindenki úgy veszi, hogy ez jó motiváció volt, de mégis nem veszi észre, hogy mégis belekerült, és pontosan arra a tudásra, pontosan arra a kreativitásra szükség van abból, hogy az egész összeálljon. Tehát, hogy itt nagyon fontos az, hogy pont, hogy meg tudjuk érezni, hogy a világ most éppen milyen jelet adott arra, hogy most arra van szükség. Lehet, hogy egy teljesen egyszerű, de pont az kell, ami még jobbá tegye a dolgot. Mi tölt fel téged? Hát, hogy mi tölt fel, én azt továbbra is csak azt tudom mondani, hogy azok az élmények tudnak feltölteni, ahol hát nagyon érdekel, hogy szükség van arra, hogy az ember létezik, és hogy szükség van a létére, és nekem a munkám az nagyon meghatározó volt, talán meghatározóbb, tehát ugye most így lehet rangsorolni, nyilván a családom nagyon-nagyon fontos, és központban volt, és van, és most is, de valahogy a munkám az sokszor ezzel egy szinten volt, vagy hát ezért néha azért most már elgondolkodom, mert hogy nem így kellett volna, de volt, amikor ezt még felül is írtam. Biztos, hogy volt bennem egy olyan teljesítményben, volt egy olyan belső kényszer, hogy ezzel százalékosan a gyermeket nem beszélve így valahogy így éreztem teljesnek. Most már nem tudom ezt eldönteni, hogy így kellett volna tenni, vagy sem, és ez jó volt-e, vagy sem, mert amikor úgy az ember azért sokan elmennek mögötte, és akkor, hogy mire is tette az életét, vagy mennyi időt töltött el, mennyit tudott akár a családjára tölteni, vagy családjával tölteni, és mennyit a munkájára, akkor úgy sokszor elgondolkodik, de nem tudtam volna másképp csinálni. Tehát, hogy nekem biztos, hogy egy kicsit itt a mérleg nyelve az e felé billent. Van egyébként egyfajta tökéletességre törekvés benned? Én azt gondolom, hogy már csak munkádnál fogva is kell, hogy legyen. Tehát, hogy azért ott egy rendezvénynél a pontosság, az, hogy mindenki tudja, hol a helye, mi a feladata. Tehát egy olyan koordinációnak kell működnie, ami nem enged lazaságot nagyon.
Hát vagy ez, hiátust. Hát hiátus nem enged, a másik pedig azt nem engedi, hogy amikor az, ahogy a felelősség teljesebb munkám, amiért sok mindenért, mert nem csak a rendezvényekért voltam, vagy nem csak azokért, amiket addig csináltam, voltam felelős, hanem más rendezvények miatt is, annak csak csupán a jelenléte az embernek. Tehát, hogyha az egyik befejeződik, és pont ezért mondtam ezeket a 20 perceket, mert ez befejeződik, jaj, de jó és öröm, de aztán másnap indul egy másik rendezvény, és aki mondjuk csak ezért volt felelős, az azért normális esetben egy picit pihenő időt kap, és fel tud lazulni. Na de hát én ezt nem tehetem, mert épp azért, és pontosan azért is épp úgy vagyok felelős, épp úgy jöjj a telefon, épp úgy, ha valami nem működik, ha valami nem lesz, akkor engem fognak megkérdezni. Tehát, hogy ez a teljes onnan levőség itt azért sokkal nehezebb, és ezt akinek meg azt gondolja, hogy mindenről tudnia kell, és egy más típusú, és úgy tehát, hogy ebből a szakmából vagyok. Tehát az is más lenne, hogyha egy olyan típusú vezető lennék, aki mondjuk egy másik szakmát vitt volna, és ezt lazábban tudja kezelni, vagy most mondjam azt, hogy jobban bízik a kollégáiban. Nem, én bízom benne, csak nekem azt úgy érzem, hogy nekem együtt kell táncolnom. Tehát mint egy edzőnek ott kell lenni végig, mert nekem ez úgy teljes. Na tehát, hogy ezek a teljességet adó dolgok, és, de hogyha ez jó, de ha ezt meg nem tudnám csinálni, vagy nem csinálnám, akkor meg az meg sokkal rosszabb lenne. Tehát hát így vagyok összerakva. Hogy lehet ennyi éven keresztül együtt lélegezni az embernek a munkájával, vagy egy várossal? Azért nagyon sok színes dolog alakult ki, és nagyon sok új feladat, és azt is hozzá kell tenni, hogy generációváltás is volt közben, és már nem csak a rendezvényekkel érdekes, hanem egy újfajta kihívásoknak való megfelelés. Tehát, hogy ezek azért frissen tartják az embert, ha azt mondom, hogy csak a kollégáimnak a létszámában, összetételében sokkal több fiatal érkezik. Az egy másfajta, és azért az számomra nagyon fontos, hogy sok fiatal, de épp úgy megbecsülni, és azokra a biztonságos tudásra támaszkodni, akik ugye velem együtt kezdték, és hogy ezeket az arányokat megtartani. Tehát azért szerintem lehet ebben újra töltekezni, és azért hát annyi új dolog születik a városban, annyi új érték, annyi új elvárás is egyébként ehhez való alkalmazkodás, hogy azért nem egy olyan forgatókönyv alapján készülnek, hogy csak az évszámokat írjuk át, hanem itt azért alapvetően meg kell fordítani a világot, és azért ez egy kihívás, és azért ez mindig frissen tartja az embert. Hogy a család vagy a munka, én azért sokszor voltam annak szemtanúja, hogy a család ott volt a munkahelyen, és akkor a finom pogácsáról édesanyádra gondolok, vagy ott van a gyermeked, aki ugye már önmagában egy előadó művésszé nőtte ki magát, pedig ugye az édesapja is színészember. Te is a rendezvények kapcsán ugye azt gondolom, hogy rengeteg példát, meg élményt nyújthattál neki, ami ugye gondolom befolyásolhatta az ő pályaválasztását is. Tehát azért ezek úgy valahol össze is folytak, nem is egyszer. Ez igen, itt most két példa jut eszembe, ami a gyerekkorából, a Gergő életéből és a családom életéből nagyon jellemző. Ugye volt egy időszak, amikor pont a Vojtina Báb Színházat épült és adták át, és akkor nem volt ugye kulturális központ, és a Vojtina volt minden, és akkor Gergő pont az idő annyi éves volt, ahova neki a Báb Színház lett volna, a központ óvodáskorú volt. De hogy ez nekem munkahelyen volt, és ő csak azt tudta, hogy ha Vojtinába megyek, akkor ez rossz történik, mert nem vagyunk együtt, ő ezért ezt a bábvilágot nagyon nem szerette, és egyszer mentem be úgy a Vojtinába, mondtam, hogy ne szóljanak hozzám, ne köszönjünk egymásnak, csak mint egy átlag anyuka, és hagyj foglalkozzak csak úgy vele, hogy hagyj ugyan úgy az ölembe, hogy nem kezdünk most arról beszélgetni, hányan jöttek, és mi történt a délelőtti előadáson, és ez nekem egy nagyon szép, hát hogy az egész időszakból nekem ez egy nagyon szép emlék, és akkor így valahogy így be tudtam őt vonzani, de neki az egész bábos története nem nagyon volt szíve kedvence, most már viszont, tehát, hogy nagyon sok barátja van, és most már a Vojtina minden, és ami, tehát, de mégis azért benne maradtak ezek a dolgok, mert azért tehát nem véletlen, nem csak a genetika, hanem azért, amiket magába szívott, és még egy nagyon szép képen van édesanyámról, ugye nagyon sok
rendezvényt szerveztünk a Kossuth téren, amikor ugye átadták a Kossuth teret a 2000-es évek elején, és akkor ő 3-4 éves volt, és ugye volt egy 10 napos rendezvény, civis korzó, és ugye mindig ott voltunk, és már összepakolt, székes programok voltak, tehát nagyon szépen készültünk ezekre, és már összepakolták egy nagy kupacba a széket előadás után 10 óra szép nyári este, és egy darab széket édesanyám ölében, Gergő elnyúlva aludt, aki hát nem tudtuk, hogy hova tenni, és hogy hol legyen, és ezek a képek, ezek az estéről esőt, tehát végignézte, végigett a pogácsákkal, a kis finomságokkal, és közben ugye nyilván azért magába szívte ezt az élményt, és utána így mentünk haza. 11 óra után így vittem haza, és csak új ruhással fektettem le, tehát ez nagyon sok ilyen este volt, mert hiszen így tudtuk megoldani. Tehát, hogy ezek azért valahol kódolódnak az életében, és hát ezt most így már tovább is viszi, nyilván volt benne. Már kicsi korában nem voltak ennyire, de mégis ezek a meghatározó iskolai évek is, meg hát amit a Jóisten akar belőle tenni, azt ő most visszaadja és próbálja. Ezt milyen neked látni, hogy ilyen sikeres, hogy ennyi hát, ötlete sikert van? Sikert azt én nem érzem, én mindig féltem, tehát akár mikor bennem van egy ilyen állandó druk és izgalom, tehát én ezt nem látom, azt látom, hogy nagyon sok mindent csinál, ez nyilván otthon másképpen éljük meg, mert a nem sikerültebb dolgok maradtak az otthonra, és a sikeresebb száll ki az otthonból, hogyha így lehet mondani, de hát ez azt hiszem így természetes. De azt viszont nekem egy olyan példakép, és mondhatom ezt így, mert azt hiszem, hogy nincsen kor, hogy ki lehet az embernek a példakép, és hol lehet, aki tudatosan építi az életét. És hogyha valami nem sikerül, akkor mondja, hogy a több lábon állás részét, de mégis ezzel az érzékenységével operál. Tehát, hogy ő most még nem másba keresi, hanem hogyha az ének, hogyha a színházi rész nem megy, akkor az ének, ha az ének fordítva megy, akkor ezt összekombinálja, és hogy ezt csak e körül mocorog, és hogy minél többet szeretne magából megmutatni és üzenni akar, és ez egyben egy akkora áldás is, mert nehéz pillanatokat ezzel átérni, és még kiadni ezeket is. És ami nagyon nagy dolog, hogy úgy a környezete, akik úgy szeretik őt, azok úgy elvárják és várják a további gondolatait, amik mind az ő életéből történnek, mind az ő életéből fakad. Tehát ő azt dolgozza fel, amit eddig 23-24 év alatt megért, úgyhogy ez egy érdekes szembenézés is, ez egy tükör is az embernek, hogy mit is tett jól és mit is rosszul, tehát ő azért válaszol az eddig életére. De hát ez így van jól. Na, de hát ezeket a példákat egyébként, vagy azokat a dolgokat, amiket ő most visszatükröz, azokat ti raktátok le annak idején, tehát, hogy itt van ezért egy körforgás. Igen, és ezen nagyon érdekes, mikor azt kérdezik velem egykorú hallgatóim, mert nagyon széles ez a kör, ahol ő mocorog, hogy mit kellett azért tenni, hogy ő ilyen legyen, és én ezt nem értem, és ezt nagyon sokan kérdezték, mert hogy nyilván egy kicsit lehet, hogy érettebben is fogalmaz, mint a saját korosztálya, vagy érzékenyebben, hát ez lehet, hogy nyilván a családunkból is jöhet, vagy ha nehézségek voltak, mert minden életben vannak, ezeket nem sikerült olyan nagyon rossz irányba vinnünk, amikor kisebb volt, hanem ilyen megoldásokkal operáltunk mi is, mint szülők is, nagyszülők is, és azért ez egy nagyon jó visszajelzés, és hát a dalok szövegeit, hogyha így simán olvasom, vagy valaki ezt megosztja, én annyira elcsodálkozom, hogy ez Gergő, de hát erre nyilván, hogyha szeret mondani, hogy azért hálás vagyok, hogy ő ezt így tudta feldolgozni, és így keresi a megoldást az életére, mert azért egy ilyen önkeresésben is van, és ezzel a saját korosztályának is tud adni olyan példákat is, mondhatom így, amivel mindenki a nehézségeiből megpróbálja a jót kiszedni, és a jókat erősíteni. Hát akkor ő tudatosan maga korosztályában, de te is az voltál annak idején. Tehát igen, annak kellett, hogy legyél. Igen, ezt mondják rólam, és ez nekem, ez jó hallani, de ezt megmondom őszintén, ezt annyira nem látom magamról, úgyhogy ez az őszintesség részem, ez nem. Az biztos, hogy azt tudom, hogy úgy tudok lelkesíteni, azt tudom, hogy úgy magam, és az még most is, hogyha ilyen nehezebb pillanatok is, ha magammal tudom vinni, és hogy hiszek benne, és hogy jönnek velem a
a környezetem, vagy hogy új embereket, és ez egy óriási felelősség is, hogy megtartani, hogy nem csak egy ilyen fellángolás legyen, hanem annak azért legyen tartalmi részt, és hogy végig tudjuk ezt vinni. De hát akkor ez a szerda annyira rosszul nem csináltam, hogyha ezt így látják. Egyébként, ez jó. Egyébként pontosan a te szakmádról nekem valahogy ez a megújulás szó is beugrott most, hogy azért az embernek neked is mindig újat kell, vagy tanulni, vagy hogy nagyon széles körben kell látni a világot ahhoz, hogy te mindig valami újat tudjál csinálni, vagy mutatni, vagy a meglévő dolgokat picikét új köntösbe helyezni. Hát ez olyannyira igaz, hogy mindent, amihez hozzáfogunk, mindig ugye a szakmátok is erről szól, bármilyen rendezvény van, és előtte a sajtó képviselő jönnek, akkor, és akkor most milyen új elem jelent meg ebben a rendezvényen, milyen új dolgokra gondolod. Azért alapvetően nekem az egész életem ilyen, azt tudom, hogy a kicsiből 12, ez csak egy pici példa, de szerintem ebben beleférő 12 albérletben laktam, és ezt másfél év alatt sikerült összehoznom. És ez az volt, hogy mindig valamilyen lepukkant helyre mentem, amivel egy hónapon belül csináltam egy jó kis lakás vagy egy szobát, és a főbérlők ezt mindig meglátták egy eladás előtt, és egy hónap múlva már csengettek, hogy eladnák a lakást. Tehát, hogy én nem tudtam abban maradni, és hogy most úgy keresem is az otthonomban, ez most már azért szűkebb történet, de hogy mindig valamit változtatni rajta, valami új dolgot csinálni, és attól az egésznek lesz egy új színezete, egy új szerepe. Hát ez biztos, hogy bennem van, ez engem nagyon motivál, de mint hogy már említettem a korábbiakban, de hogy maga egy városi életnek is ehhez hozzá kell társulni, vagy maga a város dinamikus fejlődése, vagy a környezetünk, vagy amiben vagyunk, vagy az emberek, tehát azok is adják azt a elvárást is, de hogyha benned ez nincs, és ez a patópáros történt, hogy ez így jó volt tavaly is, ahogy ez így volt, hát itt semmi nem működik. Itt a világon semmi nem működik. Tehát, hogy, de mégis az arányokat is megtartani, maradjon is meg, mert az is jellemző azért nagyon ránk, hogy azért szeretjük a biztos pontokat. Tehát, hogy azokat nem kidobni, azért azokat a tengelyeket megtartani. Most nem beszélve arról, hogy már azt magamon is érzem, hogy egy bizonyos kor után az ember azért a biztos támpontokat azért szereti az életében. Viszont az a sok-sok elem is épp azért, és mondtam azt, hogy akár hol vagyok, akár merre vagyok az életemben, akkor mindig úgy nézem, hogy ezt hogy tudnám hazahozni. Azt, hogyha egy picit is kimoccanok, ami eléggé ritkaság, de ugye kimoccanok, és látok valamit, akkor ezt hogy lehetne hazahozni, hogy lehetne integrálni, hogy lehetne ide betenni. És nagyon sok olyan rendezvény elem volt egyébként, amik így születtek meg, hogy ez nem szégyen, hanem annak a nyitottsága, hogy ha más hogy teszi, és nyilván egy kicsit sajátos Debrecenre festve, akkor egy kis kéksárgára festve, akkor azt itthon is lehet alkalmazni, és az jó, mert de itthonról is viszik el a nagyvilágban mi példánkat, úgyhogy csak a nyitottság az kell hozzám. Soha nem akartál máshol dolgozni? Máshol élni? Ez egyszerűen, ezért is gondolkoztam, hogy jöttem biztos, hogy ez a kérdés felvetődik. Egyszerűen ez nem adta az élet, és nekem így végig is így volt. Most, hogy a fiam így Budapestre költözött, és azért azt hittem, hogy majd az albérletben majd milyen sokat fogok, és akkor majd ilyen pesti részek voltak. Én azt irigylem most azt tőle, hogy szabad, ugye Pest, Kaposvár, az ország átszeli egy nap alatt az egészet. Azt látom, hogy ez milyen jó szabadságot tesz, és milyen más nézőpontot is, mert van egy összehasonlítási helyzet, és ezt most nekem a sorsom azt adja, hogy bele tudok itt száguldozni, tehát egy nap alatt így körbejárni az országot, de, és akkor most ez így jó, mert így most ezeket az információkat egy kicsit be is gyűjtöm, és olyan, mintha én is ott lennék, de az életemben ez nem, ott itt végeztem az egyetemet, és akkor még otthon laktam, utána ez a nagy albérlet invázió, hogy az ember megmutatja, hogy ő is mire képes, és aztán utána a munkahely, és aztán megjött már a folyamatos munka és a gyerekneveléssel együtt lévő dolgok, meg hát ezek a nagy változások, de valahogy mindig történt valami új dolog, ami mindig ilyen 3-4 évente valami változás, ami egyébként megadott egy változás, egy ritmust az életnek ezekkel a kulturális desztillációknak és a pontoknak a változásával, ami azért ott egy ilyen újabb szeret lett az életemben. Úgyhogy nem volt, de most azt meg kell mondani, hogy most ez jól esik így szellembe utazgatni. Tehát most akár fizikálisan is meg kell egy jobban tanulnom, mert azért többet járkálok így
az ország különböző részére munkám kapcsán is, és ezek olyan jók, de azért nagyon jó hazajönni. Tehát inkább én az a típus vagyok, hogy hazahozom azt, amit látok. Én úgy örülök neki, hogy a kettő között, a jövésmenés között most be tudtál ide jönni hozzánk egy kávéra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm. Sok sikert kívánok azokhoz a tervekhez, vagy rendezvényekhez, amik esetleg ebben az évben elmaradtak, vagy nem úgy valósultak meg, de hogy jövőre, hát hogyha meg lehet majd őket szervezni, rendezni, tartani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.